specifikusan a brandirület elkészítésre, tehát a konyakokra, meg a szőlőpálatokra. De, mint tudjuk, az illatos fajtánk is nagyon jól áll ez a pohár. Feltevette az illatot, és egy kifele felolottat, és a kifele hajlódó pohár, az pedig nem egyből a nyelv fehérre, hanem kicsit hátrébönti ezt a dolgot, és nem csípje az ember nyelvét, hanem szépen jelentelik a szájba. Ezáltal lesz egy különleges gyümölcs robbanás az érzetben, és ebből az egy tökéletes íz és illat kombináció a szájban. Hőmérséklet, de szobahőmérséklet szoktak mondani fogyasztásilag. Most szobahőmérséklet azért nem is szokásos mondani tökéletes szempontból, mert más hőmérséklet van mondjuk Skandináviában, illetve Afrika alsón. Úgyhogy ez egy elég kora, viszont ilyen 14-15-18 fok között ez redukálódik, akkor az tökéletes az italnak. Mivel hogyha nagyon magas a hőmérséklet, akkor az alkohol érződik a pohárban, ha viszont nagyon hideg, akkor viszont bezárulnak az illatok.